Egy sétára hívta a hölgyeket a sümegi védőnői szolgálat, melynek célja, hogy felhívják az emberek figyelmét a mellrák veszélyeire. Az esemény a védőnői szolgálatnál kezdődött, ahol Illési Bolya köszöntötte a megjelenteket. A szakember az érdeklődők előtt elmondta, fontos, hogy a nők megőrizzék az egészségüket, hiszen csak így tudnak nyugodtan a családjuk segítségére lenni. Aki eljött erre a rendezvényre, az egy rózsaszín szalagot és egy rózsaszín lufit kapott a szervezőktől, melyek szimbólumai lettek a mellrák elleni mozgalomnak. Ennek a célja, hogy a rózsaszín kis kitűzőnk, a rózsaszín lufi, azok mind azt jelzik, hogy mi igenis kiállunk amellett, hogy a szűrővizsgálatok fontosak a nők életében, hogy megelőzhetjük vele a rákot, hogy kevesebben halnak meg a továbbiakban. Illési Bolya védőnő felhívta a figyelmet arra is, hogy a hölgyek maguk is sokat tehetnek a betegség megelőzése érdekében, például rendszeresen tarthatnak önvizsgálatot. Az eseményen meg is mutatták a megjelenteknek, hogy a kitapintást hogyan is végezheti el minden hölgy a saját otthonában. A vizsgálat mellett pedig ajánlott szűréseken megjelenni, mely bizonyos kor felett már kötelező. A minisztérium rendelet szerint 45 év felett el kell menni a nőknek mammográfiai vizsgálatra. 45 és 65 év között. Hát nem tudom, hogy két évente ezt az alkalmat, azt ki teszi meg, vagy ki nem. De a lényege az neki, hogy tanuljuk otthon az önvizsgálatot, elmenjünk nőgyógyászatra, és a nőgyógyász is a mellnek a vizsgálatot megtegye, a rákszűrés mellett, és van a harmadik lépcső, ugye maga a mammográfiai vizsgálat. A védőnőtől azt is megtudtuk, hogy a sétával egybekötött figyelemfelkeltő kampány Budapestről indult el, de az Országos Egészségfejlesztési Központ szervezésében. Az intézmény viszont szeretné elérni, hogy ezek megmozdulások ne csak a fővárosban, hanem vidéken is megtalálhatóak legyenek, hogy az ország teljes lakosságához eljussanak az információk. Hogy mennyire tudatosak az itt élő nők, hát az látszik a létszámból, mert elég sokan eljöttek, és meghallgatják, megnézik, és együtt gondolkodunk. Én úgy gondolom, hogy ez a két évenkénti szűrővizsgálat az igencsak sümegen elfogadott, tudott a nők részéről, és rendszeresen járnak szűrővizsgálatra. Hát úgy gondolom, hogy tényleg ez szájról szájra terjedő dolog, mert sokan úgy érkeztek, hogy hallottam, hogy mondta, és akkor én is jövök, mert érdekel a dolog, meg tudom, hogy mennyire fontos ez. Én úgy gondolom, hogy ez az alapja, és a következő években az október lesz az a hónap, amikor együtt a sümegi nők felvonulunk és jelzünk a többi nő felé, hogy mennyire fontos a szűrővizsgálat. Hát igen, a remény az, hogy minél többen látnak minket, azért van a rózsaszín, azért eléggé figyelemfelkeltő, ugye, hogy általában ezek ilyen babaszínek, és nem a felnőtt hölgyeken, nőkön látni rózsaszínt. Ez egy figyelemfelkeltő szín is, hogy jöjjenek, kérdezzék meg, hogy miért vagyunk mi rózsaszínben, és miért van lufi a kezünkben, és akkor mi persze mondjuk, hogy miről is szól ez az egész.